Ez a közügy extra, jó estét kívánok! Debrecenben látogatott ma a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter a BMW aláírási ceremóniájára érkezett ma városunkba, és arra is szakított időt, hogy hosszabb interjút adjon a Debrecen Televíziónak. Szijjártó Péter a vendégem, jó estét kívánok! Jó estét kívánok, köszönöm a kívást! Mi köszönjük, hogy elfogadta a meghívást, hiszen itt, ahogy olvasgatom a híreket, eléggé elfoglalt manapság, ugye nem is tudom hány külföldi televíziónak adott angolul interjút, aztán elutazott Kazaksztánba átvenni a díszdoktori címet, amihez ezúton gratulálunk, és még az is belefér az idejébe, hogy egy maratont lefusson olykor. Hogy van, hogy érzi magát, mennyire fáradt ezek után? Hát az ember fizikailag rendben tudja tartani magát, akkor szerintem nincsen probléma, meg hát fáradtságra panaszkodni akkor, amikor az ember a világ egyik legjobb munkáját végezheti, az szerintem méltatlan volna. Én nagyon nagy megtiszteltetésnek érzem, hogy ezt az országot képviselhetem világszerte, úgyhogy ez az érzés ez minden esetleges fáradtságot felülír természetesen. Ezúttal Debrecenben képviseli a magyar kormányt, méghozzá egy olyan ceremónián, ami a mi városunk történetében azt hiszem, hogy tényleg óriási jelentőséggel bír, ugye a BMW beruházásról van szó. Egy picit, hogyha lehet, avasson be minket itt a háttérinformációkba, tehát hogy lehet egy ekkora céget Magyarországra csábítani, főleg úgy, hogy egy Mercedes meg egy Audi már itt van. Nem csak Debrecen számára történelmi jelentőségű ez a mai nap, hanem egész Magyarország, az egész magyar gazdaság számára bír ez nagyon komoly jelentőséggel, hiszen az elmúlt esztendőkben, 2014 óta gyakorlatilag minden évben minden létező külgazdasági rekordot megdöntött Magyarország. 2014 óta minden egyes esztendőben nemzetgazdasági rekordot döntöttünk az export, a Magyarországra bejövő beruházások, az általuk létrehozott munkahelyek, az általuk behozott beruházási volumenek tekintetében. Tavalyi évben volt az első alkalom, hogy 100 milliárd eurót meghaladta a magyar export. Tavaly volt először, hogy megközelítette a 100-at, 96-ig jutott az egy év alatt Magyarországra érkezett nagy beruházásoknak a száma. És a helyzet az az, hogy ezek között is természetesen kiemelkedik a BMW-nek a beruházása. Pont azt beszéltük a kollégákkal, hogy minden egyes beruházás bejelentési alkalomkor, amiből sok debreceni is volt egyébként az elmúlt években, úgyhogy Papp László polgármester úr a leggyakrabban vendégeskedő polgármester a külügyminisztériumban ilyen célból egyébként, amikor bejelentettünk egy-egy beruházást, mindig a cégneve után kellett mondani egy-egy magyarázó mondatot, hogy ez a világon a legnagyobb ebben, az egyik legnagyobb abban, a legfontosabb beszállító itt, a legfontosabb beszállító ott. De ha az ember azt mondja, hogy Magyarországon a BMW, akkor pontot lehet tenni, és nem kell a második tagmondat, nem kell magyarázni, hogy egyébként az mi. És ilyenből azért nagyon kevés van, hiszen akár az Audi, akár a Mercedes magyarországi beruházásai foghatók volumenükben, jelentőségükben a BMW beruházásához. Dacára annak egyébként, hogy nagyon sok első-második körös autóipari beszállítónak a beruházási volumene azért az megközelíti egy-egy ilyen gyártóvállalatnak a beruházását. Tehát mondjuk itt Debrecenben akár a Continental neve, vagy a National Instruments neve is ugye ismerősen senki, hiszen ezek a vállalatok is mind Debrecent választották, vagy a magyarországi központjuknak, vagy az egyik magyarországi központjuknak. Tehát itt Debrecenben azért nem egyediek, vagy nem ritkák a nagy beruházások, de azért a BMW mégis kiemelkedik közülük. 14 hónapon keresztül tárgyaltunk, tehát több mint egy évig tárgyaltunk a BMW magyarországi beruházásáról, és ugye a mai napon itt Debrecenben Papp László polgármester úrral együtt átadtuk az elismerő okleveleket azoknak az önkormányzati, illetve budapesti HIPA-nál dolgozó kollégáknak, a beruházás ösztönzési ügynökségnél dolgozó kollégáknak, akik ebben a tárgyalássorozatban részt vettek, de 14 hónapon keresztül gyakorlatilag semmi sem szivárgott ki. Ez volt a leglenyűgözőbb, megmondom őszintén számomra, aki azért most már 20 éve edződöm a politikában, és inkább a dolog úgy szokott kinézni, hogy 3 perccel azelőtt kiszivárog valami, az ember kijön abból a teremből, ahol azt megbeszélik, de az, hogy 14 hónapig nem ment ki erről semmi, ez az egyik kulcsa volt a győzelmünknek és a sikerünknek. A másik kulcsa a győzelemnek az a magyarországi általános gazdasági befektetési környezet. Ugye Európa legalacsonyabb adói nálunk vannak, a magyar emberek köztudottan szorgalmasak, magas a szakértelmük, az infrastruktúrán kifejezetten jó, a középfokú oktatásunkat átalakítottuk úgy, hogy a német típusú duális szakképzés már elérhető a középfokú oktatásban is, átalakítottuk a felsőoktatási szerkezetünket, tehát ez az általános befektetési környezet az egyértelműen Magyarország mellett dolgozott. És akkor van a harmadik ok, amiben szerintem le tudtuk
tud győzni a szlovákokat, mert a szlovákok mindvégig rendkívül erőteljes vetétársak voltak. Szóval ahhoz szerintem le tudtuk győzni őket, az a központi kormányzat és az önkormányzat együttműködésének a sikeressége. Ebben voltak mindenfajta megbicsaklások a szlovák oldalon. A Kassa megyei főnök nem tudott egészen jól együttműködni az egyébként szerintem kiváló szlovák gazdasági miniszterrel, Peter Zsigával. Nálunk viszont mindvégig megvolt az összhang, a város, a polgármester, a központi kormányzat, a beruházás ösztönzési ügynökség között. Félszavakból értettük egymást tényleg, és az ilyen beruházási tárgyalásoknál a gyorsaság, a pontosság, a fegyelem, a jéghideg profizmus az alap. Tehát az nem versenyelőny, hanem az alap. És hogyha ez nincsen meg, akkor arra nem lehet ráépíteni a sikertörténetet. És bármilyen ügyben kerestük a Lacit, bármilyen ügyben kerestük az önkormányzatnál a bármelyik kollégát, az alpolgármester urat, hogy milyen információ kell, mit kéne még hozzátenni az ajánlathoz, nem kellett magyarázni, nem kellett hosszasan beszélni róla, nem kellett visszaküldeni, hogy te nem ez az, amit kértünk, hanem látszódott az, hogy azért mi itt a debreceni önkormányzattal két nagy beruházásért már voltunk az utolsó fázisig versenyben. Tehát akár a Jaguar, akár egy másik Mercedes beruházás kapcsán nagyon komoly munkát elvégeztünk már Debrecennel együtt. És az a tapasztalat, amit ott felhalmoztunk, azok az előkészületek, amiket akkor elvégeztünk, azok itt mind-mind a javunkra voltak. Mert pontosan tudtuk, hogy milyen metódus szerint kell dolgozni, milyen menetrend szerint kell dolgozni. Úgyhogy én azt gondolom, ezt szoktam mondani a miskolci kollégáknak is, akik ugye a háromba benne voltak, azon három város között, akik még a végén is versenyben voltak, hogy az a munka, amit ők ott elvégeztek Miskolcon azért, hogy ez a beruházás oda menjen, az majd busásan meg fog térülni, mint ahogy megtérült itt Debrecen esetében is. Miért pont a német vonal? Ugye érdekes ez, hogy itt van tényleg az Audi, a Mercedes, itt van a BMW, és nálunk ugye itt az elmúlt időszakban a Krones, a ThyssenKrupp feltűnt. Ez külön stratégia esetleg kormányzati szinten, hogy a német iparágakat ide telepítjük? Mondjuk miért nem lehet esetleg idehozni Japánból a Toyotát? Kérdem. Már a helyzet az az, hogy amikor az európai gazdaság kilátásairól beszélünk, meg beszél mindenki nemzetközi szinten, akkor általában a francia-német együttműködés szokott az embereknek az eszébe jutni. De az idő ezt ma már meghaladta. És ma már az európai gazdasági növekedésnek a középpontja az a német-közép-európai együttműködés. Tehát az európai gazdaság gerincoszlopát adó modern német gyáriparnak a hátországa az Közép-Európában van. Hogyha valaki megnézi a kereskedelmi adatokat, akkor azt látja, hogy Németország és a négy visegrádi ország kereskedelmi forgalma tavaly 60%-kal meghaladta a német-francia kereskedelmi forgalmat. A négy visegrádi ország és Németország kereskedelmi forgalma a duplája a német-brit vagy a német-olasz kereskedelmi forgalomnak. Tehát mindez azt mutatja, hogy összenőttek a gazdaságaink. És ez látszik a mi számainkon is, ugye tavaly a 100 milliárdos exportunk 27%-a az Németországba ment. A Magyarországon jelenlévő külföldi beruházásoknak a 28,5%-a Németországból jött. 6000 német vállalat működik Magyarországon, 6000. És ezek 300000 magyar embernek adnak munkát. Ez 300000 magyar család kiszámítható jövőképe az német vállalatoknak köszönhető. És jól látszik, hogy ez a jelenség ez tovább fokozódik. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy ön itt Japánt említi, hogy a keletről érkező beruházások is egyre nagyobb mértékben fedezik fel maguknak Magyarországot, hiszen, és ezek is alapvetően az autóiparhoz kapcsolódnak. Mert látszik, hogy egy ilyen modernkori ipari digitális forradalom zajlik ma a világban, amikor is ezek a korábban teljesen elképzelhetetlennek, meg varázslatnak tűnő új technológiák nem különlegességként szolgálnak már, hanem gyakorlatilag alapdolgok lesznek. A siker alapkritériumai nem hozzáadott érték, hanem alapfeltétel. És ebben a távol-keleti országok élen járnak. Tehát ugye a japán vállalatok meg a koreaiak egyre nagyobb szerepet játszanak a magyar gazdaság növekedésében. Ugye az autóipar esetében is, hogy állunk át az elektromobilitásra, állunk át az új technológiákra, úgy jönnek egyre inkább. Tehát a Samsung SDI Magyarországon egy óriási beruházással ugye az elektromos motorok akkumulátorcelláinak a gyárát hozta létre. Az ő beszállítói közül van, aki csak beszállító 100 milliárd forintért épít gyárat, például Komáromban az SK Innovation, vagy Miskolcon a GS USA. De tegnap sikerült megállapodnom egy japán vállalattal egy közel 1 milliárd eurós magyarországi beruházásról, amely ezekhez az akkumulátorcellákhoz az alapanyagot fogja gyártani. Tehát látszik, hogy ahogy alakul át az autóipar, úgy a távol-keleti országok is egyre inkább keresik maguknak a jól kiszámítható és árérték arányban kedvező termelő és fejlesztő helyeket, és ebben Magyarország ebben a versenyben kifejezetten jól teljesít.
Nyilván nem akarok elégedetlennek tűnni, de egy picit arról is beszéljünk akkor, ha már esetleg japán cégeket is említettünk, hogy mi lehet a folytatás. Tehát Debrecennek milyen szerepet száll a kormány? Érezzük a törődést, amit köszönünk szépen ezúttal is, de meddig mehet ez? Tehát tényleg milyen funkciót szállnak Debrecennek, és mi lehet majd ezután? Tehát a BMW a csúcs, innentől kezdve tényleg mondjuk ehhez hasonló kaliber nem valószínű, vagy ez csak egy kezdeti lépcsőfok? Hát nézze, az biztos, hogy ha ma valaki ránéz Magyarország beruházási térképére, akkor azt látja, hogy Győr, Székesfehérvár, Kecskemét, Miskolc és Debrecen azok a helyek, ahol a beruházások nagymértékben összpontosulnak. És Debrecen mára egyértelműen egy ilyen második fővárossá kezdi kinőni magát, hiszen egy több százezres agglomerációval kezd rendelkezni. Ahogy javul az infrastruktúra, úgy lehet bekötni a jelenleg még időben távolabb eső helyeket Debrecenhez. A BMW jelenléte az nyilvánvalóan nagyon komoly önmagán túlmutató hatást fog kiváltani, mert a BMW jelenléte azt fogja mutatni, hogy a városban már meglévő autóipari beszállítóvállalatok újabb megrendeléseket fognak kapni, újabb munkahelyeket fognak létrehozni. A BMW maga szeretné azt, erről tárgyaltunk már többször is velük a beruházási döntésük után, meg még előtte is, hogy szeretnék néhány olyan beszállítójukat magukhoz közel tudni, akik már egyelőre nincsenek itt, nincsenek Magyarországon se. Tehát az, hogy a BMW várhatóan közvetlenül 1000 körüli munkahelyet fog létrehozni, az a beszállítói hálózaton keresztül ennek a többszöröse lesz. És ez nyilvánvalóan Debrecen vonzerejét még inkább tovább fogja növelni. Most ugye a beruházáshoz fognak kapcsolódni infrastruktúrális fejlesztések, tehát az M35-ös autópálya új csomópontja, az M35-ös és az ipari park összekötése, az ipari park körüli út megépítése, az intermodális konténerterminálnak a létrehozása, a vasúti fejlesztés, amely a fővonalat köti majd össze az intermodális csomóponttal, az új gázellátó rendszer, az új villamosenergia hálózat, az új távközlési hálózat. Ezek mind-mind Debrecent az egyik legvonzóbb befektetési központtá fogják tenni. Nem csak Magyarországon, hanem itt az egész térségben, hiszen itt egy integrált közép-európai térségben kell gondolkodnunk, és Debrecen ebben lesz egy nagyon vonzó célpont. Másrészt pedig ugye az oktatási fejlesztések, amik meg fognak történni, hogy a Debreceni Egyetem műszaki karán az új képzések, a többnyelvű képzésekbe indulása a középiskolákban, a középiskolai felújítások, az ösztöndíj programok, a középiskolai oktatási programok még színvonalasabbá tétele, ezek mind a fiatalokat is ide fogják vonzani. Tehát én arra készülök, én azt gondolom, hogy Debrecen egy sok százezres nagy agglomerációval rendelkező vonzó második fővárosa lesz hazánknak. Nem véletlen, hogy a kormány is a BMW beruházás apropóján, de azon túl tekintve egy Debrecen fejlesztési kormánybiztosi pozícióval látta el az innovációs és technológiaügyi minisztert, Palkovics László miniszter urat, akinek egy ilyen nagyobb, általánosabb megközelítésben kell Debrecen fejlesztésén munkálkodni, ami a kutatási, oktatási, gyártási, fejlesztési életnek és tevékenységeknek a jelentős fejlesztését fogja magába foglalni. Ugye itt egy picit visszatérve globálisan erre az autóipari történetre, itt egy-két olyan elemzés is megjelent, hogy vajon nem kockázatos-e ilyen szinten az autóiparra támaszkodni. Ezzel kapcsolatban mi a véleménye? Persze, amikor az ember azt gondolja, hogy na most mond valami olyat, amire senki sem fog tudni rosszat mondani, azért csak megjelentek még július végén is azok a hangok, hogy hát ez Magyarország számára óriási kiszolgáltatottságot jelent, hogy a BMW Magyarországra jön. Akkor az emberben megfogalmazzuk a kérdést, hogy akkor azok az emberek, akik ezt mondják, ők azt gondolják, hogy jobb lett volna, hogyha a BMW beruházást elbukjuk. És akkor vajon akkor mit mondtak volna? Nyilván alkalmatlan a kormány, hogy lehet, hogy nem nyertük meg. Szóval szerintem ezekre a hangokra nem érdemes figyelni. Tehát akik még a legjobban is a rosszat keresik, azt szerintem egy félmosollyal intézzük el. Viszont magának a kérdésnek a lényegét ne intézzük el félmosollyal, mert ez egy komoly kérdés. Tehát amikor egy gazdaságfejlesztési stratégiát hoz létre valaki, akkor nyilvánvalóan figyelni kell arra, hogy az kiegyensúlyozott legyen. És nyilvánvalóan védtelenséget jelentene, hogyha az autóiparra úgy alapoznánk, hogy nem az autóipar teljes spektrumát vennénk figyelembe. De ha valaki megnézi Magyarországon az autóiparnak a szerkezetét, akkor azt látja, hogy mindhárom lába megvan. Tehát megvan a gyártás, megvan a kutatásfejlesztés, és megvan a háttérszolgáltatási ágazat is. Magyarul, ugye itt gyárt Magyarországon az Audi, itt gyárt Magyarországon a Mercedes, itt fog gyártani a BMW, itt gyárt a Suzuki, és itt gyárt a Peugeot.
Ugyanakkor az Audi gyárban Győrben megkezdték az elektromos motoroknak a gyártását, a BMW gyárába olyan legmodernebb technológiát fognak hozni, amely az elektromos és a hagyományos meghajtású autóknak a gyártására is alkalmas. A Mercedes-szel már kutatólaboratóriumok és mérnöki központ létrehozásáról tárgyalunk. A Suzuki egyetlen gyár van Magyarországon. A Peugeot végül úgy döntött, hogy a legújabb két modelljének a motorgyártását hozzák a Volt Opel gyárba Szolnokra, és a Ford pedig Magyarországra hozta a teljes európai kiszolgáló háttér üzemeltetési portfólióját. Tehát szolgáltatás, kutatás, fejlesztés, gyártás, minden itt van. És akkor lenne problémás az autóiparnak a nagy aránya a magyar gazdaságban, hogyha az autóipar fejlődésével nem tartanánk lépést. Tehát ha megrekednénk egy szinten, de nem ez történik. Mert az autóiparban most ugye mi a sláger? Az elektromos meghajtás és az önmagukat vezető autók. Hát nézzük végig. Az összes ezzel foglalkozó nagyvállalat, a Bosch, a Continental, a ZF, a Knorr-Bremse, és még hosszan sorolhatnám, a Samsung SDI, a Toray, a GS USA, az SK Innovation, ide hozzák Magyarországra az új autóipari korszakhoz fűződő beruházásaikat. Tehát mindenki látja, hogy a digitális ipari forradalom, a modernkori ipari forradalom zászlóshajója az autóipar. Tehát, hogyha valami elől megy ma a világgazdaságban, az az autóipar. Tehát én azt gondolom, hogy nem az a probléma, hogy az autóiparra sok tétet tettünk, mert még több tétet kell tenni. És azt kell mondani, hogy használjuk ki azt, hogy a hagyományos autóipari korszakban az autóipari vállalatok Magyarországra egy abszolút pozitív példaként tekintettek, akkor viszont használjuk ki ezt arra, hogy az új típusú autóipari korszakban, az innovatív autóipari korszakban is ugyanazok a vállalatok, meg még több, idehozzák Magyarországra a beruházásokat, és ez történik. Tehát ahogy az autóipar halad előre, úgy nő a Magyarországon lévő autóipari beruházások hozzáadott értéke, úgy nő a technológiai színvonal, úgy változnak a követelmények. És arról nem is beszélve, hogy az autóipar, róla kutatások azt mondják, szakértők, hogy egy közvetlen autóipari munkahely általában 3-5 közvetett munkahelyet hoz létre a szolgáltatásban, a pénzügyben és a kapcsolódó beruházásokban. Tehát az autóipar az gyakorlatilag a nemzetgazdasági növekedés egyik legfontosabb pillére, és mára ugye 28,7%-a a magyar feldolgozóipari kibocsátásnak az autóiparhoz kapcsolódik, és hogy mennyire versenyképes az autóipar, azt meg az bizonyítja, hogy a Magyarországon előállított autóipari termelésnek a 91,1%-át exportáljuk. Tehát az a nemzetközi piacokon kerül eladásra. Ha nem lenne versenyképes a magyar ipar, nem lenne versenyképes a magyar autóipar, akkor ez nem történne meg, és az autóipar ezzel a nemzetközi versenyképességével húzza maga után az egész gazdaságot, mert világos, hogy merre kell menni. Világos az irány. Tiszta sor innentől kezdve, ugye kevés időnk maradt, de most megragadom az alkalmat. Legutóbb is beszéltünk arról, hogy egy picit lazább témát is behozunk, ha már itt jár nálunk, és ugye most ráadásul válogatott mérkőzés van, lesz. Magyar futball. Szépülnek a stadionjaink, épülnek a stadionjaink, alakul a játék, de még mindig nem az igazi, ahogy szokták mondani a kritikusok, és ugye Magyarországon mindenki ért a futballhoz. Mit gondol erről? Mi kell még ahhoz, hogy tényleg akár egy szomszédországhoz, Horvátországhoz valamilyen szinten fel tudjunk zárkózni? Hát nézze, itt is én azt gondolom, hogy... Lehet ez nehezebb kérdés, mint az autóipar, ez kétségtelen, és többen is értenek hozzá, az is egészen biztos, ezért az embernek óvatosnak kell lenni, hogy itt milyen véleményt fogalmaz meg. Én csak azt tudom mondani, hogy hasonlóan az autóiparhoz, hogy itt is, amikor sikerek vannak, azokat valahogy nem akarjuk észrevenni, és mindig csak a rosszra próbálunk koncentrálni. Ha visszatekintünk mondjuk az elmúlt 2-3 évére, a magyar labdarúgásnak. Azért mégiscsak 44 év után voltunk ott először egy Európa-bajnokságon, hogyha a legutóbbi világbajnoksági megjelenésünket számoljuk, akkor pedig, ha jól tudom, 30 éve, ugye 2016-hoz képest 30 éve nem voltunk ott semmilyen jelentős versenyen, 2016-ban ott voltunk az Európa-bajnokságon, és jól is szerepeltük. Ebben az esztendőben azért csak van olyan magyar futballcsapat, amelyre a nemzetközi szintéren is büszkék lehetünk, mert szerintem a MOL Vidinek a szereplése, meg az a tény, hogy az Európa Liga csoportkörében játszik, hogy nagyon-nagyon kicsin múlt, hogy nem a Bajnokok Ligája csoportkörébe került, hogy neki köszönhetően a PAOK és a Chelsea is Magyarországra fog látogatni az idei esztendőben. Ez szerintem mind nagy dolog, főleg, hogyha az elmúlt évek magyar labdarúgását megnézzük. Lehet, hogy elfogult vagyok, de szerintem a magyar bajnoki meccsek is egyre jobbak. És lehet, hogy ezért kinevetnek, de hogyha az ember megnézi
ennek a 12 csoportos bajnokságnak a meccseit, akkor azt látja, hogy egy-két vereséggel az ember simán a kieső helyre kerülhet, vagy egy-két győzelemmel azonnal a dobogós helyek érte küzdhet. És szerintem ez olyan izgalmat ad a magyar futballbajnokságnak, ami már régóta nem volt. Az egyel megelőző szezonban, az utolsó fordulóban dőlt el a bajnoki címnek a kérdés. Az előző eszten, a legutóbbi szezonban a kiesésre az utolsó pillanatig 5 csapat volt úgymond esélyes. A stadionjainknak csodájára jár tényleg egész Közép-Európa, tehát amikor futballszerető külügyminiszter kollégákkal találkozom, azok mind tudnak róla, és mind kérdezik, hogy ilyen sok szép stadion épül, hogy csináljuk, milyen hatás van ennek, és én azt gondolom, hogy ez majd be fog érni. Tehát megint visszakanyarodnék a debreceni példához. 2 nagy beruházást elvesztettünk, hogy megnyerjük a harmadikat. Nyilván itt sem megy minden egyik pillanatról a másikra. Szerintem jó irányba haladunk. Nagyon fontos, hogy a fiatalok, a gyerekek sportoljanak. Én magam a gyerekeimen keresztül látom, ahogy beszélgetek az edzőikkel, hogy milyen exponenciális mértékben nő a sportoló gyerekek száma, mert azáltal, hogy van kultúrált környezet, ahol a szülő el tudja vinni a gyereket, és ahol 1-1,5 órát el tud tölteni normális körülmények között, jó szakmai színvonalon, nem omladozó sport létesítményekben, hanem jól láthatóan kultúrált modern körülmények között, ugye egyre dinamikusabban nő a sportoló gyerekeknek a száma. És szerintem ez a lényeg, hogy minden gyerek mozogjon, sportoljon, legyen friss, szabad levegőn, élvezze a játékot, és az majd pozitívan fog hatni nyilván a tanulásra, meg az egészségére, mindenre. Tehát én valahogy ezt ilyen komplexebben nézem. Persze, majd jó lenne, hogyha egyszer a válogatott is, mondjuk ma este is például megörvendeztetne minket, mert amikor visszagondolunk mondjuk arra, hogy az elmúlt években mik voltak azok a sikerek, amelyek a legjobban egyesítették a nemzetet, hát biztos közéjük tartozik az, amikor az osztrákokat 2-0-ra legyőztük, mert hogy akkor úgy hirtelen mindenki elfelejtett minden egyéb dolgot, ami adott esetben szét elválasztana minket, vagy ami vitát okozni, és akkor mindenki egyként tudott örülni annak a sikernek. Tehát az is jól látszik, hogy a labdarúgás az összes többi sportággal összemérve elképesztő hatásokat tud kiváltani, mert hogyha egy válogatott egy-egyre tud végezni Izlanddal az Európa-bajnokságon, az is akkora örömet tud okozni, hogy kevés más sporteljesítmény vív ki mennyiségében akkora elismerés, holott hát nekünk olimpiai bajnokaink vannak, világbajnokaink vannak, tehát mi egy igazi sikeres sportnemzet vagyunk. Köszönjük szépen, hogy itt volt, külügyminiszter úr. Köszönöm, itt lettem. Kedves nézőink, ez volt a Közügy Extra. Köszönjük a figyelmüket, viszontlátásra.